Jaj, hova álljak? Hello mindenkinek, én Kitty vagyok, és a mai nap folyamán én fogom vezetni ezt a vlogot, hiszen tegnap volt a születésnapom, és ma megyek fel Atihoz, és úgy gondoltam, hogy én ma vlogolni fogok, mert hát ja, ma sok programunk lesz, és ezt meg szeretném... gyerés! Szóval meg szeretném örökíteni, és hát ja, meg hogy ti is lássátok, hogy milyen vicces vagyok, és hát... Igen. És mielőtt kezdődne Kittike fantasztikus videója, megjöttem a streaming fokkal, március 1-én este 6 órakor hétfőn Among Us-ozni fogunk a Proximity móddal, másodikán, vagyis kedden este 6 órakor randizós játékokkal fogunk Kittivel játszani, pontosabban a csábításból jelessel, 5-én, vagyis pénteken este 6 órakor pedig veletek fogok játszani mindenféle játékokkal, lesz Among Us, Scriblio, stb. Szóval gyertek, játszunk együtt, kezdődjön a videó. Én már felöltöztem, és minden, a hajamat szépen begöndörítettem, mindjárt megmutatom az outfitemet. 11 óra 27-es vonattal fogok felmenni Pestre Atihoz, és utána egyből fogunk menni, nem tudom hova igazság szerint, de megyünk valahova, azt majd ti is meglátjátok. Na, cseh! Mit szólsz elhez? Kókusz? Átfedeles kulipintyó a tiszát. És ön mit fog csinálni a mai nap folyamán, míg nem leszek itthon? Állítsd le, megyek biciklizni, ugyanis 16 fok van végre. Ezt kellett kitalálni, hogy mit akarsz mondani. Jó van, oké. Szóval ez a napi outfit, ez ilyen csinosabb, szülinapos, és ott egy apa. Hello! Itt van velem, nem más, mint... Én. Attila, és most menni fogunk a Szia Pluszba, az az első megálló. Közben így megyünk? Aha, mehetünk. És te mit szeretnél venni? Én igazából matricákat szeretnék venni a francia füzetem előlapjára. Jó, nem érdekel, és... milyen francia füzetem? Ja, mi? Jopán, mire beszélek? És hát én igazából szemüveget szeretnék magamnak venni, napszemüveget, valamint én is nézni fogok matricákat. És mindjárt leszakad a kezem, szóval ott találkozunk! Aha. És így néz ki a Szia Plusz, ahol minden csuda jó dolog megtalálható. A videó végén be is mutatom, hogy miket szereztem be. Hogy értékelte a Szia Pluszt? Elégedett a vásárlással? Nagyon elégedett vagyok a vásárlással, és én mindig szeretek ide járni, mert olyan különleges dolgokat lehet itt venni, szóval nagyon jó. Mint különleges, mint te. Na, és... Itt vagyunk, amire már nagyon vártam, egy virágboltot. De ez az ez, oázis. Igen, ez az ország legnagyobb virágboltja! Szóval és én nagyon szeretem a kaktuszokat, szóval most ekkora nagy kaktusz fogunk venni. És most ezt láthatjátok tőlem. Amúgy nem tudom, miért beszélek így, szerintem azért, mert kínosan érzem magam, és akkor szóval ezért ne haragudjatok. Én vagyok a nyelvész, szóval ezt most felolvasom, ez ilyen araucaria. Tökre szép amúgy. Szép. De nem szép, az Atina! Ő az egyik választottunk, mindegy. És őt választottuk ki, mi a neve? Klári. Mi van? Klárika! Klárika. Ezt pedig ma még meg fogom venni. 1.299.000 forintba kerül. Ezt még ma megveszem, érted? Visszajövök. Na, sok virág. Lépj a legtöbb virágszám. Kérek a földön. Na. És milyen érzés 19 évesnek lenni? Hát ugyanolyan, mint 18-nak. És milyen érzés 18-nak? Hát ugyanolyan érzés, mint megszületni. Jó, felrúgtam a kukát. Menjünk! Attila! Mindennek neki megyek. Megmutatom nektek a kaktusz mennyországot. Nagyon szép, úristen. Ti szeretitek a kaktuszokat? Azt a nagyon szép, aha. Itt az Ati. Na jó van már. És most itt 10 élek. Dobolni fog. Ez ahogy kopogni szoktam. Igen. Fogalmam sincs. Hát ez az Ariana Grande-től a Seven Rings. Megtaláltam az apát, itt az apa. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog napot! Köszönöm szépen! Ezt a meglepett ma!
Jaj, katasztrófa! Jó nagy szelet lesz az. Ú, de finom, úristen. Jó. Nem baj, azt nagyon jól néz. Beletört a fele! De még nem jött meg, szóval... Sajj kikapja! No, hogy? De remélem tetszeni fog. Jövő hét hétfőn fog, ha mindig az megjönni. Tomorrow. Hello! Másnap reggel van, és nézzük ezt a Wings sorozatot. Noti, mi a véleményed róla? Hát amúgy elmegy, nem rossz, de élvezettel nézem, kíváncsi vagyok a végeredményre. Én is nagyon kíváncsi vagyok, mert amúgy szerintem tökre más, mint a mese, de eddig nem olyan rossz, de nem is olyan jó, olyan fura inkább. Tegnap társasoztunk, és a Kitty nyert. Igen, és olyan játékot játszottunk, amivel én még nem is játszottam, és én nyertem, szóval nagyon meglepődtem. Hát, én is meglepődtem. Na videózok, Kati! Szeretnék tartani... Szeretnék tartani nektek egy kicsi holt, hogy mit is vettem tegnap, vagy nem én vettem, hanem kaptam, na mindegy. Ugye az első megállónk a Szia Plusz volt, ahol szuper kis matricákat vettem, vagyis hát kaptam, amik ilyenek. Ezeket a laptopomra vettem, még választottam magamnak egy ilyen kicsi kitűzőt, ami hasonlít rám most, főleg ebben a nagy ruhában. Még kaptam ezt a szép ha-hó, kamera, fókusz. Attila, mennyi ki a képből? Még választottam magamnak ezt a szép kis egyszerű gyűrűt, ami ilyen szívecskékből áll. És nekem nagyon tetszik, mert nagyon sok gyűrű. És választottam magamnak ilyen nagyon cuki kicsi macskás tűzőt. Tudjátok, amit így a hajba kell tűzni. De nem tudom azt, hogy ez így jó-e, mert általában nem szoktam ilyeneket használni, viszont nagyon tetszenek, csak így fura. Szóval már itt a feje, és így mint egy hülye lány, úgy nézek ki veled, a mindegy. Attila, látszódsz a videóban. Nem megy el. Második megállunk az Oázis kertészet. Ott választottam magamnak háromféle növényt, már nagyon szeretem a növényeket is, és választottam egy ilyen növényt és egy ilyen kaspót hozzá. Hát igen, erről igazából nem tudom, hogy mi csoda, csak így nagyon megtetszett, Attira emlékeztet, mert ez is olyan magas és olyan nyúlvány, kicsi ízé. És ettől el voltam ájulva, mivel ha ilyen kókuszhéjban lenne benne a kaktusz, de ez nem kókuszhéj, hanem egy ilyen más anyag, na mindegy. És a következő növény, amit választottam, így megláttam, magamra emlékeztetett ez a növényke. És akkor most következzen a nagy ajándék, nem más, mint én nagyon One Direction rajongó voltam, azon belül pedig Zayn volt a kedvencem, és mikor megláttam az új merch pólóit, meg a pulcsiát, meg a termékeit, akkor el voltam álljulva, hogy úristen, nekem ez kell, és már úgy voltam vele, hogy jó, akkor megrendelem magamnak, csak hát elküldtem Atinak, és mondta azt, hogy hát, hogy nem fogom megkapni, mert nem lehet Európába rendelni. Szóval ezt így nem is értettem először, és úgy voltam vele, hogy aj, de szar Magyarország. Hát most ezt így megkaptam, szóval kaptam egy ilyen Zaynes pólót, és egy Zaynes pulcsit. Igen, hétfőn fog megjönni. Ami jó is, mivel jövő héten fogok jönni Atihoz tetováltatni Pestre, és ugye... Ezeket kaptam, és nagyon tetszenek ezek a dolgok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, valamint nektek is köszönöm, hogy ennyien felköszöntöttetek, és ja, nagyon aranyosak vagytok. Amikor én vonatulok, akkor mindig általában zenét szoktam hallgatni, vagy így gondolkozom így az élet értelmén. Most már amúgy megyek haza ebből, azt akartam mondani nektek, hogy elköszöntem Atitól. Hogy ízlik a torta, mert amúgy hoztam anyáiknak is haza. Na mondjad, kóstold meg, igazából már megette az egészet szinte, na mindegy. Csak a szádba olvad. Na milyen? Istenű. Tiszta csokis vagy. Nem baj. Na és apa, neked? Kóstold. Annyira finom, ha nem kell, neked megeszem-e. Nagyon mikor. Ízlik? Nagyon finom, igen. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, és hogy nem unatkoztatok.
és hogy így külső szemmel is át tudtam adni azt az élményt, amit át akartam adni nektek, és ja, majd találkozunk, gondolom még. Sziasztok! Zsupszli, upszli, upszli, legyen szép napotok! Jaj, zsupszli, upszli, upszli!